Sziasztok, mondhatnám, hogy hol vagyunk már megint, de az csalás lenne, mert egyszerre vettük fel a kettőt, tehát megint az Apostol Kft-nél vagyunk, de nem egy új időpont, csak így hoztuk össze. Ez ugyanis szintén olyan dolog, amit viszek magammal, ez egy tápegység. Na de feltehetnétek a kérdést, hogy mi a töknek beszélünk egy tápegységről, megveszem az 5000 fontos tápegységet és jó cakád. Hát ez a tápegység egy 400 wattos tápegység, és elárulom nektek, ez 20 ezer forint volt, úgyhogy miután felszedte magát mindenki a padlóról, hogy mi a tökbe kerül egy tápegységbe 20 ezer forintba, erről fogom mindjárt mesélni Tibi. Én csak annyit mondok róla egyelőre, hogy súlyban is érezni a különbséget, hát ha most mellé tudnék fogni egy 5000-es tápot, ami nincs, akkor ez kb. A háromszoros a súlyban legalább annak a cuccnak, de hogy miért veszünk ilyen tápegységet, és miért nem az 5000 fontosat veszük, azt nem én fogom elmondani, én megint átadom Tibinek a szót, mert az én pokvámat úgyis annyit látjátok már a csatornán, hogy sokkal érdekesebb van néha más beszél. Akkor sziasztok! Megint? Ha már elárultuk, hogy 5 percen ezelőtt csináltuk a másikat, vagy egy kicsit több. Igen, valóban ez egy másik tápegység. Ez nem az 5000 forintos. Itt gyorsan megemlítem, hogy ha valaki emlékszik rá, mondjuk ez nem ma volt, talán mondjam 15 évvel ezelőtt a hírhet Vargáni és társa tápegységekre, azok voltak a tápegységek alja, itt talán annyira azért most már az 5000 fontosok sem annyira vészesek, de azért óriási különbség van. No, hogy mitől kerül egy ilyen tápegység, ami ráadásul 400 wattos, tehát még teljesítményben sem olyan őrült, majd mégis miért kerül ilyen összegekbe? Hát azt tudni kell erről a tápegységről, de azért itt általánosságban sok mindenről lehet beszélni. Ez egy szerver tápegység egyébként, ami mondjuk szerverekbe szánt elsősorban, vagy nem feltétlenül elsősorban, mert desktop gépekben ugyan tökéletesen elmegy, hiszen ez pont egy desktop gépben lesz, de ő egy a gyártója alapján egy szerver tápegység. Itt ami nagyon nagy különbség van a tápegységek között, az egyrészt a felhasznált anyagok, hogy mégis, hát a tápegység, ugye itt is inkább kezdjük talán ezzel, hogy a tápegység a számítógép alapja. Olyan, mintha egy háznak rossz alapot csinálunk, akkor onnantól fogva nem tudunk csodát csinálni. Ugye a számítógép tápegység az ilyen szempontból nagyon-nagyon fontos, hogy az egy megbízható, alapvetően csendes, folyamatos üzemre alkalmas, és tényleg tegye a dolgát, és lehetőleg ne is kelljen tudni róla, hogy ott van. És amitől azért ő egy 20 ezer forintos tápegység lesz, vagy a nagyobbak akár még drágábbak, de bizony a felhasznált anyagok. Közben mutatok róla a közeliket, te csak beszélj tovább, jó, időjük a fénybe, hogy így belekukucskáljunk. Jó, és csak közben mesélj nyugodtan. Azért, ha kezdjük a legegyszerűbb alkatrészével, egy ventilátorral, ami már ugye nem mindegy, hogy milyen, mennyit bír, mennyi idő alatt fog tönkre menni a portól, mert azért valamennyi port össze fog szedni. Ugye itt látszik a ventilátor, de a benne felhasználó összes alkatrész, kondenzátorok, tekercsek, bármi, olyan minőségűek és olyan a gyártás technológiában úgy csinálták, hogy azért ezek tényleg kibírják azt a akár folyamatos 0-24-es üzemet, mert ugye azt említettem, hogy ez egy szervertápnak indult, tehát 0-24-es üzemre is képes, ami ugye tényleg azt jelenti, hogy akár bekapcsolom, és lehet, hogy akár 5-6-7-8 év múlva kapcsolom ki, hogyha nagyon nagy szerencsém van, 0-24-es üzemre is képes, de itt amit még tudni kell, most az független, hogy a gyártók ugye azért ezekre a tápegységekre már jóval hosszabb garanciát vállalnak. Őre 3 év a garancia, de vannak olyan típusok, amire 5, sőt van, amire 12 év, ennek a gyártónak van olyan tápegység, amire akár 12 év garanciát is vállal. Ez nagyságrendileg mi pénzbe kerül? Hát az már azért, egyrészt a nagyobbak, ott van 60-70 ezer forint fölött, tehát azért azt én is túlzásnak tartom, tehát most az Nem biztos, hogy azt mondanám valakinek, hogy most noszor rajta gyorsan tegyünk egy számítógép vagy 70 ezer fontos tápot. Van. 12 év garanciával. A minőség ellenőrzés, ami nagyon-nagyon fontos. És ugye itt azért ez az, ami nagyon-nagyon különbözik szinte minden gyártás során, nem feltétlenül csak a tápegységek során, hogy amikor egy tápegység elkészül, vagy egyáltalán a felhasznált alkatrészek, ami benne vannak, azok a gyártás során milyen ellenőrzésen esnek keresztül, mert nem az a lényeg feltétlenül, hogy 3 év garanciát, vagy 5-öt, vagy hányat kapunk rá, az a lényeg alapvetően, hogy ne menjen tönkre. Azt, hogyha legyártás után ezeket az alkatrészeket akár egyesével ellenőrzik, bár azért ezt azért a gyártók azért titokban tartják, tehát azt azért annyira nem árulják el nekünk,
De ha minél pont minél jobban ellenőrzik őket, annál kisebb a valószínűsége annak, hogy meg fog hibásodni egy tápegység, hiszen azért kapott egy, nem csak legyártottuk, aztán hobbele gyorsan beültettük az alkatrészt, aztán hajrá, majd az ügyfélnél kiderül az első 500 órában vagy bárhol, hogy ez mennyit bír. Úgyhogy azért alapvetően ez az alap dolog, meg a felhasznált anyagok és a tápegységnek a beszállítói, hiszen azért nem minden gyárt egy tápegységgyártó sem, hanem bizony ezeket az alkatrészeket ugyanúgy beszállítóktól vásárolja, amiket beültetnek, és hát ezeknek a forrása is az, ami aztán szépen összerakódik, és akkor így lesz azért egy tápegység, egy jóval drágább tápegység. De a lényeg az, hogy egy sokkal-sokkal megbízhatóbb tápegységet fogunk kapni, ami azért ha jóval kisebb esélyünk van arra, hogy ez tönkre menjen, egy csendesebb. Hát meg ugye az sem mindegy, ha netalántán tönkre megy, mi történik a rákötött eszközökkel? Hát az így van, az ugye nem kérdés. Ugye az olcsóbb tápoknál azért gyakori, hogy visz magával mindent. Bizony, ugye itt a Gábor csatornája már azért felmerült, és ugye előkerült, mert beszéltünk róla adatmentésről, és ugye egy picit visszautalok arra a kérdésre. Bizony volt már olyan, amikor tápegység tett tönkre benne lévő alkatrészeket, és azért került adatmentésre sor, mert konkrétan a Winchester, amiben benne volt. Tehát azért ez nagyon nem mindegy, hogy mi történik, ha mégis tönkre megy, de azért tényleg nagyon-nagyon-nagyon ritka, hogy tönkre menjenek ezek. No, mielőtt kiviszem az ügyfélhez, megmutatom azért egy ilyen 5000 forintos táppal összevetve a dolgot. Ez volt egyébként, van ez a Home Server című videó, annak a háznak az alaptápja az ez volt, csak azt kiszedtem belőle. Ez pedig ugye a frissen beszerzett táp, amit ki fogok szállítani majd az ügyfélnek. Ventilátor oldalról ez az olcsó táp, ez a drága táp, és hát alkatrész oldalról egy picikét, hát ha be lehetne látni, az jó lenne, de nem lehet. Egy picit talán látszik azért, hogy már így ránézésre is egészen más alkatrészek vannak benne, és jóval több. Itt elég nagy ürességet látunk. Ha bekukucskálunk, igen. Mind a kettő 400 watt körül van. Az talán 420-as az az olcsóbbik. Ez azért itt jóval sűrűbben lakott, meg ott látszik némi nagyobb hűtőborda is, meg vastagabb tekercsek. Na, és akkor nézzünk egy mérleget, ha már így benne vagyunk a dologba. Tegyük rá akkor ezt az olcsó tápot a mérlegre. Ez 680 gram. És akkor tegyünk rá egy ilyen másikat. És akkor talán ebből azért látható, hogy ebből van anyag. Ez majdnem 1600 gram. Hát, ha nem is háromszorosa, de egy kétszerese megvan súlyra. Bár a fele ott még kicsit lelóg a madzagoknak, de teljesen mindegy, 1670. Na, hát nagyjából ezek a különbségek egy 5000 forintos, meg egy 20000 forintos táp között, amik így kívülről láthatóak, de hát azért gyaníthatjuk, hogyha kétszer annyi tömege, akkor azért valószínűleg kicsit több és másmilyen alkatrészek vannak benne, mint a másikban. És hát ez valóban így is van. Na, viszem ezt a tulajdonosnak. Sziasztok!